Sziasztok! Áki Csilla vagyok. Az MS Szintű Tétlensor 10. kísérletét fogom bemutatni. Feladatunk, hogy a három sorszámozó kémcsőben szintelen folyadékok vannak. Ezeket kell azonosítanunk. A három olyan a következő: nátriumhidroxid oldal, hidrogénklorid oldal és desztillált víz, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Rendelkezésünkre két indikátor, a metillalancs indikátor és a fenoltalejár, hogy megkülönböztessük egymástól a három szintelen anyagot. Nézzük, milyen módszert fogunk használni. A Bronsten-féle elmélet szerint savaknak hívjuk azokat az anyagokat, amelyek proton leadására képesek. Bázisnak, amelyek proton felvételére képesek. Rendkívül fontos a vizes oldatokban az oxónium és a hidroxid ionok aránya. Azt mondjuk, hogy egy oldatnak savas a képhatása, hogyha benne az oxónium ionok koncentrációja nagyobb, mint a hidroxid ionok koncentrációja. Azt mondjuk, hogy az oldat semleges képhatású, hogyha két ion koncentrációja megegyezik. És azt mondjuk, hogy az oldat képhatása logos, hogyha az oxónium ion koncentráció kisebb, mint a hidroxid ion koncentráció. Rendkívül fontos anyagok az indikátorok, amelyek színváltozással tudják jelezni az oldatoknak a kémhatását. Az indikátorok egy része csak két színnel tudja jelezni a különböző kémhatást, ezért igazából kémhatás alapján csak két különböző anyag különböztethető meg velük, hogyha azok kémhatása különböző. Jelen esetben ugye a három anyagot kell megkülönböztetni. A fenoltalejárnak az átcsapási tartománya a lugos pH tartományban van. Ez azt jelenti, hogy lugos kémhatás esetén a fenoltalejárnál rózsaszint láthatunk, semleges és savas kémhatás esetén pedig szintelen. A metillarancsnak az átcsapási tartománya a savas pH tartományban van. Ez azt jelenti, hogy savas kémhatás esetén pirossat látunk, és lugos, illetve semleges esetében sárgát. Úgyhogy a három anyagot úgy tudjuk megkülönböztetni, hogyha kipróbáljuk mindkét indikátorral, akkor különböző színkombinációt fogunk látni a különböző kémhatások esetén. Először felezzük el mindhárom kincset tartalmát. Először használjuk a fenoltalein indikátort, cseppentsünk egy-két cseppet, mindhárom kémcsőbe. Az első kémcső szintelen maradt, ez azt jelenti, hogy a kémhatásunk savas vagy semleges. A második kémcső rózsaszín lett, ez a lugos kémhatású oldat, ami kizárólagosan azt jelenti, hogy ő lesz a nátriumhidroxid oldat. A harmadik kémcső szintén szintelen maradt, ez azt jelenti, hogy a kémhatás savas vagy semleges. Szükségünk van, hogy az első és a harmadik kémcsövet meg tudjuk egymástól különböztetni, erre lesz szükségünk a második indikátorra, a metilnarancsra, amelynek átcsapási tartománya a savas pH-ban van, ez azt jelenti, hogy a savas és a semleges kémhatást egymástól meg tudjuk különböztetni. Azért cseppentsünk a második kémcsőbe is, mert tudjuk, hogy abban van a nátriumhidroxid. A metillalancs sárga szín, amellyel jelzi ugye a kémhatását. Az első kémcsőben a metillalancs piros szín mutat, ezek szerint ebben van a savas kémhatású oldal.
A harmadik kémcsőben megint a sárga színt látjuk. Ez azt jelenti, hogy ez lesz a semleges kémhatású oldat. Ezek szerint akkor az első kémcsőben hidrogénklorid oldat van, a harmadik kémcsőben pedig van a desztillátvíz. És akkor a második kémcsőben pedig látunk hidroxid. Viszontlátásra!